Nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt az Élen állunk, a Jeges Sportágak havi magazinja. Lássuk, mivel várjuk Önöket a következő fél órában. Bemutatjuk a magyar gyorskorcsolyázók technikusait és világszínvonalú munkájukat. Apuka lett az olimpiai pontszerző Knoch Viktor, látogatóban jártunk a Knoch családnál. Eddigi legjobb szezonja után újra munkába állt a magyar szinkronkorcsolya válogatott. De mindenek előtt újra hazánkba látogatott a francia koreográfus Benoît Richaud, hogy Sebestyén Júliával tökéletesítsék Tóth Ivett programját. Benoît Richaud és Tóth Ivett is nagyon bizakodó a közös munkával kapcsolatban. Ígéretük szerint ebben a szezonban egy teljesen új Ivettet láthatunk majd a jégen. Kemény munkával és hatalmas elszántsággal készül élete első felnőtt szezonjára Tóth Ivett, aki augusztusban újra együtt készülhetett francia koreográfusával, Benoît Richaudval. Most egy hétig dolgoztunk, napi 5 órát voltunk jégen, vele ugye 2 órát dolgoztam, de külön még ugye gyakoroltam külön órákon. Nagyon el vagyok fáradva, de azt gondolom, hogy nagyon megérte az egész munka, hiszen úgy érzem, hogy egy egész más Ivett lesz a következő évtől kezdve, és nagyon-nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Főleg ugye a mélyben, élben korcsolyázás, korcsolyázó tudás, az ívek jól megfutása, a lépéssor nagyon fontos része volt, részét képezi a programnak, úgyhogy főleg ezen dolgoztunk, és az előadásmódon, hogy minden egyes külön mozdulatban, hogy vigyük bele az érzelmeket, úgyhogy ezen dolgoztunk most nagyon, de jól sikerült minden szerintem. Ugye második alkalommal volt itt Benoît, és én azt gondolom, hogy sikerült most már véglegesíteni a programokat, megtalálni a bemeneteket, és szemünkben nagyon sokat fejlődött már Ivett abban a bizonyos skating skillsben, ami ugye a célunk. Úgyhogy reméljük, hogy ezt majd a versenyeken is pozitívan fogják értékelni. Nagyon örülök a közös munkának, és most már tényleg reméljük, hogy Ivett is látja, hogy mi az, amit mi is szeretnénk elérni, és minél több felől kapja meg ezt a segítséget, annál jobban ő is megfogadja, és annál inkább minden előre viszi őt. Nagyon büszke vagyok rá. Azt kell, hogy mondjam, meglepett, hogy ilyen sokat fejlődött ez alatt a 2 hónap alatt. Itt hagytam őt ezzel a programmal, visszajöttem, és óriási fejlődést tapasztaltam. Nem szoktam eredményekről beszélni, de azt gondolom, hogy amit együtt megcsináltunk, abból kifolyólag Ivettnek nagy esélye van arra, hogy valami igazán jó eredményt érjen el az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon ebben a szezonban. Számomra a program minősége olyan, mint a világélvonalában korcsolyázóké. Ez a minőségi program természetesen óriási változást jelent Ivett életében, de a 17 éves műkorcsolyázó nagyon magabiztosan és elszántan készül. Ez a nehéz főleg benne, hogy amikor az ember elfárad, akkor is ugyanolyan odaadással és ugyanolyan mimikákkal és mozdulatokkal kell kifejezni a zenét, mint akár utóbb. És szerintem a közönség is, meg a bírók is meg fogják érezni a változást. Ezen dolgoztunk is, és szerintem jó lesz. Skating on high level is something really special. It's not just about jumping, skating. Magas szinten korcsolyázni valami nagyon különleges, nem csak az ugrásról szól. A korcsolyasport egyben egy életfilozófia. Én nagyon kedvelem Ivettet, ő egy nagyon aranyos lány. Sok mindent osztotta meg vele arról, miként és hogyan viselkedjen. Ezeket próbáltam neki elmagyarázni, mert ő még elég fiatal a magas szintű sporthoz. Úgy gondolom, hogy meg kell értenie és hallania kell még sok új dolgot ahhoz, hogy sikeres legyen. A többi korcsolyázóhoz képest szerintem ő nagyon különleges lesz. Számomra ez a legfontosabb dolog. Ez az én életem része. Sok korcsolyázónál próbáltam már elérni, hogy ne olyanok legyenek, mint mindenki más. Hiszen amikor megnézel egy versenyt, egy sportolóra azért fogsz emlékezni, mert csinált valami érdekesebb mozdulatot.
Ivett rövid programjában a koreográfián van a hangsúly, és persze a lépés sorozatokon a program végén. Hogy milyen lesz az új Tóth Ivett, az először szeptember végén az Ondrej Nepela Challenge versenyen derülhet ki. Oliver érkezésével új taggal bővült a Knott család, ráadásul Viktor nem sokkal később el is jegyezte szintén gyorskorcsolyázó kedvesét. A család zuglói otthonába fogadta stábunkat. Lassan 5 hónapja már 3 tagú a Knott család, hiszen április 24-én a pár nagy boldogságára világot látott Viktor és a lengyel Márta első gyermeke. Oliver, tehát úgy szerettük volna, hogy ékezet nélkül, hogy magyarul, lengyelül, angolul is ki lehessen mondani, és le lehessen írni nevét. Ne legyen az, hogy kimegyünk Lengyelországba, és akkor mindig el kell mondani, hogy ékezet van az elbetűn, vagy kimegyünk. Tehát mi azért egy nemzetközi család vagyunk, és az egész életünk is elég nemzetközi, így a világkupákkal, és sokkal egyszerűbb az élete valakinek, hogyha nincsen ékezet szerintem egy betűn. És fontosnak tartottuk, hogy kiharcoltuk egyébként, nem volt kis harc az anyakönyvezéssel, hogy ne kelljen ékezet az elbetűre. A családfő szerint a kicsi nagyon rendes volt, hiszen érkezésével megvárta a versenyidőszak végét. Oliver érkezése után Viktor megkérte szintén gyorskorcsolyázó párjának kezét. Magyarországon tervezik az életünket itt Pesten. Hát párom nyilván egyedül beszél hozzá főleg, én magyarul főleg. Angolt azt hallja, mert mi egymás között angolul beszélünk, úgyhogy hát lehet, hogy kicsit később fog beszélni, mint az átlag gyerekek, de 3 nyelvvel szerintem ez gondja, biztos meg fogja tanulni őket. Nok Viktor nagy világjáró, hiszen szinte példátlan módon már 10 éve világkupázik, azaz ott van a sorozat legtöbb állomásán, legyen az Európa vagy Ázsia. Viktor azonban a kezdetekre is boldogan emlékszik vissza. Alapvetően úgy kezdtem el korizni egyébként, hogy az idősebbik testvérem ő gyorskorizott. Egyébként jégkorongozni szeretett volna, de nem volt Pécsen akkor annyi gyerek, hogy csinálnak egy csapatot, és akkor elküldték, hogy addig tanuljon meg korizni, gyorskorizni. És ugye 10 évvel idősebb nálam, tehát amikor én ilyen pár éves voltam, akkor ugye nagy tesó, felnéztem rá, és akkor én mondtam ilyen 3-4-5 évesen, hogy én már pedig gyorskorizni fogok. Úgy kellett visszatartani, hogy nem menjek még edzésre, és akkor ilyen 6 évesen először hokikorival, és akkor 7 évesen kezdtem meg körülbelül először soltrekezni, és azóta tart. Felkerünk reggel, edzünk, reggel 7.30-ra jégpálya, 11 körül itthon vagyok, ebéd, utána nyilván hazajövök, megcsináljuk az ebédet, ebédelünk ketten, ugye 3-an a családdal, hogyha úgy alakul, utána van egy 2 órán pihenni körül, és 3-ra vissza kell mennünk a jégpályára, és 6-ra érek haza, 7-kor fürdetés. Úgyhogy szerintem egy teljes munkaidőben edz mindenki a csapatnál. De nem is nagyon lehet máshogy, mert ha mi nem így edzenénk, akkor edzenek más országba így, és akkor ők lesznek a jobbak. Tehát de szerintem minden sporttal így van. Tehát ezen a szinten vagy mindent belead az ember, vagy fölösleges igazából csinálni, úgyis lesz, aki akkor többet fog beleadni, és az jobb lesz. Nok Viktor az elmúlt időszak egyik legeredményesebb magyar gyorskorcsolyázója. Mindössze 16 éves volt, amikor már kijutott a torinói téli olimpiára, sőt 26 év után pontot szerzett hazánknak 1500 méteren elért 5. helyével. Azt mondom, nyilván egy nagy ugródeszka is volt, tehát olyan fejlődésen mentem keresztül abba a szezonban, amit senki nem gondolt volna, és így sikerült kijutnom 16 évesen egy olimpiára önerőből, tehát a saját helyemet én vívtam ki a világkupákon, úgyhogy az az első évem, hogy ott koriztam. Nem, az abszolút nem tűnt nagy dolognak, tehát elkezdtem ugye a világkupára járni. Tehát elment az első 2 világkupa, és úgy nézett ki, hogy tök eredményeim vannak, akkor főleg 1500-en voltak eredményeim, ugye nem voltam még robbanékony, kis vékony voltam, jól bírtam hosszú távot, nem fáradtam el. És megnéztük az eredményeket, és rájöttünk, hogy hát, hogyha ugyanezt az eredményt tudom hozni a következő 2 világkupán, a 2 kvalifikációs világkupa, akkor akár kijutatok egy olimpiára, mert az eredmény ez benne van, és kimentünk a 2 kvalifikációs világkupára, és sikerült 2 jó 1500-öt futnom mind a 2 világkupán, úgyhogy 1500-ön meg volt a helyem. Az idei szezon is bővelkedett sikerekben. Viktor a sportág történetében először nyert magyarként világkupa futamot, a váltóval pedig ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon. A sportoló szerint a magyar rövidpályás gyorskorcsolya példátlan fejlődésen ment át az elmúlt években. Kiemelten támogatott sportág lettünk, ami azért nagyon nagy különbség a szövetség életében, hiszen több mint 10-szeresére nőtt az éves költségvetése a szövetségnek. Nagyon nagy különbség nyilván az, hogy a Shaolin testvérek felnőttek a csapatba,
ugye edzőváltás történt, kínai edzőnünk van, aki azért nagyon sokat tudott hozzátenni a dologhoz. Ezt a ciklust ezt teljes hosszában meg tudjuk csinálni ugyanazzal az edzővel, ugyanazzal a programmal, és szerintem ez az, ami fontos a csapatnak. Az én már a világ legjobbjai közé tartozó magyar férfi váltó Pjongcsangban először szerepelhet téli olimpián. Úgy gondolom, hogy papírforma alapján nem lehet gond, hogy a magyar férfi váltó kijusson az olimpiára. Benne én az első 8 vagyok a 2 kvalifikációs világkupán, de elméletileg kiítottunk volna Szocsira is, és mégis elvették tőlünk. Tehát ilyenek benne vannak a sportba. Láttuk ugye a mostani olimpián is, hogy a bírói döntéseknek elég komoly nyomai vannak. Nálunk ugye a jég is csúszik, tehát nálunk egy valaki rálép egy bújára, valaki megy egy rossz előzésbe, egyszer kimegy a pengé és elesik, ezek benne vannak. Hát remélem, hogy simán veszük azt az akadályt, és tényleg ott tudunk lenni váltóval is az olimpián. Én meglepetésnek érezném, hogyha nem lenne legalább egy érem a csapatba, váltóba, vagy pedig az egyéni futásokba, nagyon jó esélyünk van rá, és ezek nem csak üres szavak, hiszen ugye VB-érmünk van váltóba, Sanyi ugye egyéni világbajnok, Áldonak világbajnok érmei vannak, nekem van világkupa aranyérmem, tehát ott van több versenyző, aki képes arra, hogy egy nagyot robbanthasson az olimpián. Az adott napon fog eldőlni, hogy ki van jó formában, a többiek hogy versenyeznek, kinek van egy jó napja, nem vét hibákat az előfutamok során. Úgyhogy komoly terveink vannak. Knoch Viktor tehát bízik benne, hogy sikeres lehet a 2018-as dél-koreai olimpián. Ráadásul van benne egy kis hiányérzet is eddigi pályafutása miatt. Itt visszanézve nyilván azt mondom, hogy hiányzik egy cím. Tehát nem vagyok euróbajnok, nem vagyok világbajnok, ezek hiányoznak, szeretném ezt legalább pótolni, hát lehetőleg mind a kettő, de legalább az egyiket. Nyilván váltóval vagyunk a legközelebb hozzá, most már 2 éve egymás után másodikak lettünk. Tavaly tényleg ennyivel sokkal maradtunk csak le az aranyéremről. Ez hiányzik, illetve hiányzik egy jó olimpiai szereplés. Tehát volt az a torinói szereplésem, ami akkor nagyon nagyot szólt, hiszen 26 év után voltam először pontszerző téli olimpián. Most egy pontszerző az olimpián már nem szólna nagyot, tehát az egy ilyen minimum elvárás tőlünk, hogy ez meg legyen a csapatban. Nyilván szeretnénk ennél jobb eredményt elérni, és hát lehetőleg dobogóra állni. És jó lenne, hogy pályafutásom végén is legyen egy ilyen nagy kirobbanó eredmény. A csapat fejlődését és hozzáállását látva joggal bízhatunk benne, hogy az immár édesapaként versenyző Knoch Viktor a pjongcsangi olimpián egy kiugró helyezéssel koronázhatja meg csodálatos pályafutását. A fantasztikus eredményekhez világszínvonalú technikusi háttér szükséges. A következő percekben a magyar short track válogatott technikusaival ismerkedhetnek meg. A fiatalok még maguknak készítik elő korcsolyájukat, a legjobbaknak azonban egy teljes stáb igyekszik tökéletes feltételeket teremteni. A korábbi olimpikont Knoch Balázs már hosszú ideje dolgozik technikusként a magyar shorttrackesekkel, másfél éve pedig a szakma egyik legjobbja is segíti munkáját. A koreai technikus Jesu Chun augusztusban újra hazánkban járt, ekkor látogattuk meg őket. Most of my skill is from my experience. A legtöbb készségemet a tapasztalataimból szereztem, hiszen hosszú ideig dolgoztam edzőként, majd technikusként is. 1991-től a koreai válogatottnál edzősködtem, aztán Kanadában és az Egyesült Államokban is dolgoztam. Magyarországról másfél éve kerestek meg, és különböző időszakokban igyekeztem segíteni Balázs munkáját. Ugye náluk ez az egész sportág más cipőbe jár, mint nálunk. Náluk nagyon-nagyon régi hagyományai vannak ezeknek, és teljesen belemélyültek a felszerelésekbe is, hogy ívhajlítás, penge beállítása mi hogyan jó, kinek és miért jó úgy, ahogy jó. Ugye ez, amit nagyon nehéz megtanulni, hogy amikor változtatunk, akkor miért változtassunk, és milyen irányba változtassunk. Az elért eredmények pedig azt bizonyítják, hogy az edzők mellett a technikusok is kitűnő munkát végeznek, és általában jól sikerülnek a változtatások. De miről is szól pontosan a technikusi munka? Edzés közben mindig jönnek problémák, hogy nagyon befordítja a kanyarba mondjuk a penge, vagy nem tud bekanyarodni, hanem kimegy, rossz helyen van a súlypontja például, és akkor ez mind-mind ilyen kisebb változtatásokat igényel. De ez nem azt jelenti, hogy ha van egy beállítás, akkor az annak az embernek egész szezonra jó lesz, hanem hogyha más a jég, puhább a jég, keményebb a jég, hogyha az ő edzettségi állapota
jobb, vagy rosszabb, vagy fáradtabb, akkor ez mind-mind azt jelenti, hogy picit lehet változtatni azért, hogy ő jobban érezze a korcsolyát. A rövid pályás korcsolyában évente, havonta, sőt akár naponta is fejlődik a technológia. Ezért a technikusok dolga ma már minden apróságra kiterjed. A korcsolyákat nagyon nagy erő éri minden edzésen és versenyen, így folyamatosan változik minden. Ehhez kell a speciális technika, hogy a korcsolyázók mindig jól tudják érezni magukat a jégen a korcsolyájukban. Ha egy versenyző valami furcsát érez korcsolyázás közben, akkor igyekszünk megtalálni az okát, és újra tökéletesíteni a korcsolyát. Hogyha ugye valaki fáradt, akkor a koordinációja is romlik, akkor nem tud úgy lereagálni dolgokat, mint amit amúgy le tudna mondjuk pihenten. Ezért változtatni kell olyan irányba, hogy könnyebben tudjon mondjuk kanyarodni. Amikor már gyorsabban mennek, és mondjuk már csúcsforma közeli állapot van, illetve verseny előtti időszak, akkor meg ugye pont ez az ív, ez hátráltatná abban, hogy ő gyorsabban menjen, mert nem fekszik fel olyan nagy felületen a penge, és ezért ezáltal ugye kitörik alul a jég. És akkor ezeken kell mindig így változtatni. Gyorskor csolyában századok és milliméterek döntenek egy-egy helyezésről, ezért a technikusok szerint nagyon fontos, hogy rajtuk nem újjon a sportolók sikere. My background is a coach. Edzői tapasztalataimból kiindulva úgy gondolom, hogy a korcsolyázó technika és a fizikai állóképesség a legfontosabb összetevői a sikernek. Először ezeket kell a legmagasabb szintre építeniük a versenyzőknek, és ezek után lehet foglalkozni a felszereléssel. Ha a korcsolyával minden rendben, akkor a versenyző az összes erejét és koncentrációját saját magára tudja fordítani, míg ha valami apró probléma is akad, az rengeteg felesleges energiát és figyelmet von el. A profik mezőnyében apróságok dönthetnek helyezésekről, érmekről, ezért is nagy a jelentősége a mi munkánknak. Egy profi korcsolyázónak igen sokat számít az együttműködésünk, hiszen a korcsolya megfelelő beállításán múlik, hogy kényelmesen érezze magát a pályán, és mindent ki tudjon hozni magából. A profik mezőnyében a korcsolya cipő és a penge minősége hatással van a sportolók mentális állapotára és az önbizalmára is. Egy nagyon kis változás is például óriási hatással lehet a teljesítményükre és az elért eredményükre. Gyorskorisaink sikerei mellett már kézzelfogható eredménye is van a két technikus közös munkájának, hiszen kifejlesztettek egy olyan eszközt, amelyet azóta már a korcsolya nagyhatalmak is használnak. Ez egy ívmérő óra, amivel ugye a pengének az ívét és a hajlítását mérjük. Ez már a kettőnk munkájának a közös eredménye. Hát amit a mezőny eddig, meg mi is használtunk, meg ők is, meg az egész világ mindenhol, 20 éve egy amerikai gyártmányú órát, azzal igazából nem voltunk megelégedve a pontosságával, és akkor elkezdtünk rajta beszélgetni, hogy mit és hogyan lehetne rajta változtatni ahhoz, hogy ez pontos legyen. És ugye, ahogy említette ő is, itt majdnem, hogy az időjárással változnak az ívek meg a hajlítások, tehát akár egy rajt után az első lépéssel változhat, és nem mindegy az, hogy ez a változást ezt meg tudjuk-e mérni, vagy éppen az óra mérési pontatlanságának tudjuk be. És a mérésügyi technikusok bevonásával jutottunk el odáig, hogy ezt az órát tudjuk gyártani, és most már a világon elég sok helyen ezt használják, tehát a koreai válogatottnál, amerikai válogatottnál, kanadai válogatottnál, angolok, bolgárok, tehát elég sok helyen a világon. Hamarosan megkezdődik a rövid pályás szezon, és egy valamit biztosan kijelenthetünk, a technikusokon nem fog múlni a válogatott sikeres szereplése. Története legjobb szezonja után újra kezdte a munkát a magyar szinkron korcsolya válogatott. A kissé átalakult Team Passion célja, hogy idén is sikerüljön előrébb lépniük a nemzetközi mezőnyben. A magyar szinkronkorcsolya válogatott az egyik legsikeresebb szezonját tudhatja maga mögött.
A Team Passion versenyről versenyre jobb eredményeket tudott elérni, és a hazai rendezésű világbajnokságon olyan riválisokat is sikerült maga mögé szorítania, akiket már évek óta nem tudott megközelíteni sem. Nem véletlen, hogy nemzetközi körökben is gyakran emlegették őket, az előző szezon legtöbbet fejlődött csapataként. Az egész szezon mindenki egy ilyen teljes eufóriából élte meg, a világbajnokságot, hazai eseményt, meg egy eleve a felkészülést, ugye, hogy amilyen körülmények között készülhettünk, hogy Dohány Andrával készülhettünk, hogy szuper programjaink voltak, tudtunk eleget versenyezni, szóval azt gondolom, hogy tényleg a tavalyi szezon az egy ilyen mintaszezon volt, és ugye nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy tudjuk folytatni ezt a munkát. Ugye a csapat is készen állt a munkára és arra, hogy ők szeretnék ezt a fejlődést fenntartani, és ugye esetleg a következő világbajnokságon ezt még akár növelni, ezeket az előrelépett pozíciókat, és tovább lépdelni szépen a top 10 felé. A csapat tehát már megkezdte a felkészülést a következő szezonra, melynek csúcspontja a 2017-es kolorádói világbajnokság lesz. A lányok már túl vannak a nyári edzőtáboron, ahol a svéd válogatott edzőjeként 6 világbajnoki címet nyerő Dohány Andrea segítségével elkészítették a rövid programot. Szerencsére Dohány Andrea ebben a szezonban is támogatni fogja a munkánkat, csinálja a koreográfiát, a rövid programot már elkészítette. Az idén annyi segítséget kaptunk, hogy Hoffmann Nóri egy kicsit a koreográfiában segíti a munkánkat, úgyhogy most ezeken dolgozunk, aztán Andrea jön és a kürt ilyen szeptember vége felé fogja összeállítani. Az edzések azóta is folyamatosan zajlanak, és a jeges edzések melletti erőléti, tánc és akrobatika órák is hozzájárulnak a sikeres felkészüléshez. Napi 2-3 órát vannak jégen, és emellett másfél órát szárazon. Idén az erőléti edzés mellé még választottunk egy új tánctanárt is, tehát táncóráik is vannak. Az idei szezon mindenképpen nehezebbnek bizonyul majd, mint a korábbiak, hiszen most már egy tekintélyesebb pozícióból indul a csapat, ahol magasabb kritériumoknak és elvárásoknak kell majd megfelelnie. Egyrészt vannak technikai kihívások, mivel minden évben új szabályok vannak, és ezeknek szeretnénk megfelelni. Célunk ismét előrébb lépni, és még jobban meglepni majd a nemzetközi közönséget, ugyanúgy ez az előző szezonban is sikerült. Mi szeretnénk nehezíteni, tehát évről évre fejlődni, tehát nem az a cél, hogy ugyanazt csináljuk, amit tavaly, és most is már a rövid programunk egy sokkal nehezebb koreográfia, mint a tavalyi rövid program, úgyhogy általában maga az össze a váznak a felépítése az mindig egy olyan 4-5 nap, és akkor utána pedig az egész szezon gyakorlatilag a tisztázásról, az egésznek a kigyakorlásáról, az elemeknek a felépítéséről szól. Programunkban két emelést kell megcsinálni, és ugye mind a kettőben szeretnénk a legmagasabb szinten teljesíteni. Amúgy azt jelenti, hogy nem elég a tavaly is párgás emelést megcsinálnunk, hanem egy új, hát úgynevezett balansz emelést is meg kell tanulnunk. Pont az első sportág esetében azért mindig elmondhatjuk, hogy nehéz a helyzet, de tavaly is látványosan egy kiugró változást értek el, és ezt szeretnénk igazából, hogy ismét látványosan, tehát látható legyen az, hogy mennyit fejlődtek. Ennyi fért az Élenállunk mostani adásába, tartsanak velünk egy hónap múlva is, viszontlátásra! Let's live tonight.